Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az Aranypont ZRT részvételével nemzetközi összefogással egy két éves uniós projektben fejlesztette ki egy harcsa hibridet, valamint egy gazdaságos takarmányozási és tartás technológiát. A cél az uniós import csökkentése. Erről beszélgettünk Lévai Ferenccel, az Aranypont ZRT vezérigazgatójával. Tiszteltel köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezérigazgatóját. Az elmúlt héten egy nagyszerű rendezvény tartottak itt Réti Majorban. Azt hiszem, ez a Szentpéter napi, kicsit megspékelve, főzéssel, kápolnaavatóval olyan volt, ahogy azt megálmodtuk. Most viszont jönnek a szürke hétköznapok, a munka. Viszont volt egy rendkívül érdekes bejelentés a harcsa hibrid terv projekt megvalósításáról. Ismerkedjünk meg ezzel a projekttel. Legjobb örömmel, és amíg két szót mondhatok az ünnepről, mint a mi halált búcsunkról, bár a kedves nézők láthatták és hallhatták is, elképesztően örültünk annak, hogy ilyen aktivitás volt végig, és ilyen csodálatos időt varázsolt a jó Isten nekünk, és hát az külön öröm számunkra, hogy ezt a kis kápolnát felavathattuk. Ez egy kis relikviája a halászatnak, annak a halászatnak, amely ma már nincs meg a Velencei tavon, nincs meg a tavainkon, nincs meg a folyóinkon, és mi azért a múzeum mellett úgy gondoltuk, hogy ezzel lesz kerek a kör, hogyha ezt is megcsináljuk, és hát jövőre majd lesz mellé még egy gyönyörű kis olyan halászház, amit úgy építettünk meg, hogy 1100-ba épült házat feltártak, és annak a centipontos rekonstrukciója, lássák, hogy éltek eleink, de hát visszatérve mindarra, amiről beszéltünk, büszkék vagyunk arra, hogy elsőként nyertünk az Unióba egy olyan projektet 4 ország részvételével, aminek az a célja, hogy olyan harcsa hibridet állítson elő az európai szürke harcsából, a Sirus glanisból, amelyik nagyüzemi módszerekkel termelhető, tenyészhető, és egy olyan lehetőséget ad, hogy a hazai, tehát az európai belvízi akvakultúrának egyik fontos hala tudjon lenni. Ugye az akvakultúráról tudni kell, hogy amikor tógazdaságról beszélünk, viszont az a tógazdálkodás. A tógazdálkodásnak a legjobb formája az extenzív forma, amikor nem megyek olyan hozamok fölé, ahol már tápot kéne etetnem, a legfontosabb, hogy a vízben lévő erőforrásokat, planktonokat, rákocskákat, szúnyoglárvákat etessek ki alakka, és én teszem hozzá a kenyeret, a búzát, a kojcát, meg az árpát. Tehát ez egy olyan módszer, amit ezelőtt 100 évvel is pontosan így használtak. Ennek a legfontosabb eleme, hogy eltartsam azt a fantasztikus élő világot, ami egy ilyen vízi életteret jelent, hiszen nálunk van nem csak a vízből kikelő szúnyoglárva, a szitakötőlárva, épp úgy, mint rengeteg máshova annak a lárvája, átalakulási formája, a teknősbéka, nálunk van a rengeteg madár, és mindenki, aki vízhez kötődik, legyen az a vidra, vagy éppen a szálcsa, tőkésréce, vaddút, az mindnek a lényege, a lelke, az Istene, hogy víz legyen. És hát a halastónak az a funkciója, hogy halat termel, ha összerakom ezt az egész természeti szolgáltatást, ami az ország, a világ számára a legfontosabbak egyike, akkor azt kell mondjam, hogy ebben a legkevesebbet a hal jelent, az értékét tekintve, de hal nélkül meg nem működik ez a rendszer, mert ha valamit ott hagyunk hal nélkül, akkor azt a rendszert meg fogja enni a természet, percekkel belül elhinagasodik, elgazdasodik és megkezdődik az a folyamat, aminek a vége az, hogy föltöltődnek a lápréteken láperdők lesznek, aztán eltűnik, mint ahogy néhány ezer kilométer valamikori folyó az ott van lent a szántóföldek alatt, és csak repülőről látjuk, hogy nézd már erre kanyagolt a Tisza mondjuk 10 000 évvel ezelőtt, vagy a Kőrösök, vagy a Duna. De hát a legfontosabb ebben az, hogy a másik ága az a intenzív termelés, amit mondjuk a broiler csíkével tudok összehasonlítani, vagy a sertéstenyésztéssel, amikor már óba tartjuk szabályozott körülmények között, és a halaknál ez azt jelenti, hogy általában geotermikus vizekkel dolgozunk, tehát melegebb vizekkel, hogy az üvegházhatást ki tudjuk használni, épp úgy, mint a növénytermesztés, hogy már bármikor tudunk paradicsomot termelni, vagy paprikát üvegház alatt fóliázva, és a másik fontossága, hogy kézben tartjuk a termelés folyamatát, tehát semmilyen meglepetés nem érhet, a hal az ikrától kezdve egészen addig, hogy a feldolgozóból kijött, egy olyan minőségi ellenőrzési folyamaton megy át, amelynek minden eleme kézbe tartható. Miért fontos ez amellett, hogy ezt a halat megcsináljuk, aztán majd visszatérünk a halra, mert én látom, hogy elkalandoztam, csak szeretném a kedves hallgatót is abba a helyzetbe hozni, vagy nézőt, hogy tudja, hogy mit miért csinálunk. Sajnos a tengerek rendkívüli módon elszennyeződtek. Nem kell beszélnünk Fukushima 1 millió tonnás szennyezett tengervizéről, a Barents tenger alatt elrohadó szovjet hadiflottáról, vagy éppen a csendes
óceánban, Európa nagyságú szemétszigetekről, amik ott úszkálnak, a millió leszakadt háló, a irgalmatlan mennyiségű műanyag szemét, a partra települt óriás városok, 20-30 milliós óriás városok szívják és pusztítják a tenger élővilágát, hogy éppen Törökország, amelyiknek a partjai most éppen egy ilyen algatakonyba fulladnak bele, hogy a hajók se tudnak kifutni néhány helyen. Tehát sajnos elfogyottunk oda, hogy az időjárás változás, az emberi tevékenység, a le nem bomló vagy rosszul bomló műanyagok rendkívül módon sérülékenyítették a tengereknek az élővilágát. És nem tudjuk a minőséget garantálni. Ember nincs, aki megmondja a kék uszulő tonhalat, amit kifogtak, milyen közegből hozták ide Magyarországra. Vagy a szardellát, amit szívesen eszünk, vagy bármelyik, a makrélaféléket. Hol éltek, mit ettek, hogy táplálkoztak, milyen minőség ellenőrzésen estek át. Ellentétben azzal, amit mi csinálunk, ahol minden percében lehet látni azt a halnak, hogy milyen minőségű vízbe, milyen tápon élt, és itt nyugodunk vissza oda, amiért a harcsát csináltuk. Az Európai Unió mintegy 60%-át importálja a halainak, a saját halászflottája és a belföldi haltermelés képességei mellett is. Ezt az arányt szeretnénk az Unióban megváltoztatni. Minél több helyben termelt, ellenőrzött minőségű hal, ez lenne a cél a magyarországi haltermelésnél is, és ebbe a vonulatba fér bele az, hogy azt a halat, amely kőszónos Magyarországon rendkívül gyors, növekedő képességű, egy erőteljes, robosztus állat a harcsa, és nagyon szépen, könnyen feldolgozható, kedvelt a piacon Európa minden szegmensébe. Hát ezt a harcsát vettük most kézbe, és a négy ország arra úgy készít ebből a pénzből egy pályázatot, hogy kidolgozzuk azokat a technológiai elemeket, amelyek akár egy intenzív kádas rendszerbe, akár egy félintenzív tavas vagy földmedő rendszerbe, akár egy hálókeretes rendszerbe biztonságos kapaszkodót nyújtanak annak, aki termelni szeretné ilyet. Le lesz benne írva minden folyamat, milyen technikai feltételrendszerek, milyen oxigénviszonyok kellenek, és mi magyarok most ehhez az egészhez a legfontosabbat adjuk, a vetőmagot. Ezt a hibridet, ami majd ebben a rendszerben dolgozni fog, az egy nagyon kemény szelekciós munkával, most már negyedik kísérleti variációba találtuk meg. Egy német intenzív telepen nevelt harmadik generációs anyaharcsa és az európai harcsa hímje, az, amelyik a legjobb, a legkeményebb, a legjobban megmaradó, takamányértékesítő és a legkevésbé szétnövő fajt tudta összehozni. És ez a faj, mint ez az, amelyiket most még egy ellenőrző kísérletünk lesz hozzá, és az év végéig kifut, és akkor megvan az a standard vetőmag, amit bárkinek ajánlhatunk a technológiával együtt, és az, hogy egy jugoszláv, butákat beszélek, és az, hogy ezt egy szerb haltermelő, egy török termelő, vagy egy Európai Unió más tagország, akár egy magyar termelő fogja használni, az teljesen mindegy. Adunk egy kész receptúrát, adunk hozzá egy tápot, a négy országnak a részvételi aránya úgy néz ki, hogy a németországiak az intenzív telepet adják hozzá, mi a fajtát adjuk hozzá, ezt a fajhibridet, és az extenzív technológiákat egy szlovén barátunkkal együtt, mert egy szlovén társunk van benne, és osztrákok pedig a tápot teszik hozzá, hiszen az is nagyon fontos, hogy mivel etetem, hiszen a halnak két alapvető minőség szempontjából követhető paramétere van, a vízminőség és a tápminőség. Hát mind a kettő kiváló, hála Istennek, Magyarország felszíni vizei is jó állapotúak, ez elsősorban a földmedő tavakat érinti, a geotermikus vizeink pedig teljesen intaktak, tehát abban semmiféle szennyezőanyag nincs. Abba bízunk, hogy el tudjuk azt érni, mint az állattenyésztés is más ágazatában is, hogy bárki, akinek éppen kedve támad, akár háztáiba is két medencébe nevelni egy kis halat, meg tudjuk neki mondani, hogy egy köbméterben hány darab hal, mennyi takarmánya, milyen energia szükséglettel nevelhető, akár mondjuk három család összeáll egy 10 köbméteres kádba is az udvaron. Nyilván a cél nem ez, hanem a tömegtermelés és a harcsa termesztés tömegesítése, az európai harcsa termesztés, hiszen afrikai harcsák már van idehaza, meg annak a rétegnek a kiszolgálása, aki ma már tudatosan keresi azokat a táplálékokat, amelyek ellenőrzött minőségűek, amelyek jó tápértékűek, és amelyek a modern életvitelhez, a mai igénybevételünkhöz passzolnak. Hát ez volna a Silgen program, ugye Silgen a Sidus Glanisból jött a neve, és hát nagyon bízunk abba, hogy ez a második évi, most fél időben vagyunk már a programban, és eddig nagyon biztatóak az eredményeink. Most lesz egy konferenciánk augusztus 18-án, amikor is majd ezt a programot, meg az eddigi sikereinket, meg a jelenteni valókat az EU felé megtesszük. Ez segíthet abban, hogy a halfogyasztás nőjön, nem csak itt hazánkban, hanem Európa szerte?
A fogyasztás nő. Magyarországon is, bár kisebb mértékben, de abban segít a legjobban, és ez a legfontosabbak egyike, hogy azokat az élelmiszer, a helyi önellátások, a Covid is, meg egyébként a világ tendencia is egyre inkább fölértékelik azokat a helyi erőforrás használatokat, amelyek az úgynevezett zöld lábnyomot lekicsinyítik. Nem kell nekünk elhozni a tengeri halakat a világ végéről, amit repülővel, hűtőautókkal, kamionokkal, konténerekbe hoznak, termeljük meg helyben. Mi is, és a világ más országa is. Hát az óriási kinyitás, amit a globalizáció jelentett, aminek kétségkívül előnyei voltak, már látjuk a hátrányait is. Lehet, hogy többe kerül a magyar paprika, de talán nem kéne marokkói tennünk januárba. Hiszen még ide kerül, amíg a sugárhajtóművek megeszik a kerozint, amíg hasítják a levegőt, amíg szennyezik a légkörünket, az több kárt okoz, mint amennyi haszna van rajta, még a kereskedőnek is. Hát én azt gondolom, de legyen ez az én privát. A társadalmi hasznosság az legalább olyan fontos, mint a gazdasági haszon. Látjuk, hogy mi van akkor, amikor nem a társadalmi hasznosság, hanem egy-egy óriás cégnek a speciális haszna a kérdés, amikor 10 000 repülő van a levegőben. Hát milyen jó most este fölnézni az égre, amikor csak néhány csíkot látok, mi egy csatornában vagyunk itt benne, és esténként ez az alapzaj mozgás, ez a ami ugye 6-8 000 méterről vagy 10 000-ről éppen lejön, az megszűnt például. Milyen jó azt látni, hogy lényegesen kisebb a repülőterek forgalma, nincs több millió ember az utcákon, a tereken, nem foglalják el, mindenki próbálja a saját országát felfedezni. Nekünk magyaroknak is micsoda óriási dolog az több millió embernek, hogy megismerhette a saját hazáját. Engem is meglep, hogy olyan dolgokat találok, amitől eltátom a számot. Nem kell Provence-be menni, menjen Balatonfelvidékre. Mindent látsz, amit egyébként érdemes látni a világból. Szóval én azt hiszem, hogy egy picit visszafordulni az úton, egy picit megállni és gondolkodni, és egy kicsit végig gondolni az, hogy mit tehetnénk mi mindazért, hogy egészségesebb és tartósabb, kiszámítható viszonyok uralkodjanak a Földön, a légkörtől kezdve a lelkünkig. Az mindenképpen fontos dolog. És ez a Covid-járvány talán egy kicsit figyelmeztetése volt. Az apám mindig azt mondta, kisfiam, hidd el, minden rosszban van valami jó. Nagyon nehéz 20 000 halott vagy 30 000 halott után bármi jó találni a Covid-ba. De talán ezt a visszafordulást, ezt a magunkba fordulást, ezt a végiggondolását a saját életünknek, ez talán mindenkinek hasznára van, egy társadalomnak épp úgy, hogy vizsgázik válságkezelésből, hogy élte mindezt át, hogy tudta megóvni az értékeinket, mint egy embernek, akinek szintén fontos, hogy figyelj már, anya, hát ha veszünk 3 tő paradicsomot, és kitesszük az a balkonládára, abból már megvan a lecsó 3 héten, vagy egy hónapon keresztül. És csak mondtam egyetlen dolgot. Tehát rengeteg mindent végig kell gondolnunk, és ez a program is azt szolgálna, és nagyon sok ilyen programot kéne csinálni. Legyen ez a balkonkertészet, legyen a városi kertészkedés, legyen ez a mindenki ültessen egy fát magának, ami egészen pici léptekkel, óriási nagy távolságot tud áthidalni, és vissza tudja fordítani azt a folyamatot, hogy egy szempont van, csak minél olcsóbb legyen, és minél tetszetősebb. Soha nem volt a tetszetős, meg a szép, a legolcsóbb, az volt mindig a legdrágább. Az ekkorára pumpált paprika, az ekkorára pumpált, az egyforma, hajszál egyforma, krumpli vagy zöldség, legyél kritikus, az sose az, ami optimális a te szervezetednek. Ezt is el kéne újra érnünk, hogy olyan anyagokat termeljünk, olyan élelmiszereket, a szó gyönyörű, magyar szó van csak ilyen, hogy élelmiszer, az élethez való szer. Ezeket a szereket nem lehet óriás üzemekbe a világ egy pontján előállítani és elárasztani be a világot. Nem igaz. Ezeknek a helyi adottságokhoz kell alkalmazkodni, a helyi tápanyagokat kell fölvenni, a helyi vitaminokat, ásványisókat, talajösszetevőket kell közvetíteni a szervezetem felé, mert ide akklimatizálódtam, itt születtem, erre van szüksége. És ezért nem beszélünk, pedig kellene. És a helyi termék előállítás legalább annyira fontos szociális szempontból, hogy minden embernek meg legyen a lehetősége, minden ember az aktivitását használja. Lényegesen innovatívabbak voltunk 40 évvel ezelőtt. Te még emlékszel rá, amikor nem volt semmi. Amikor úgy kellett egy nyugati újságot beszerezni, hogy milyen technológiai leírások vannak benne. Amikor még nem találtunk lézerporlasztókat, és kézzel kellett a srácoknak megcsinálni, hogy lehetne minél takarékosabban oxigénporlasztót csinálni. Maradok a szakmámnál. Ez az innováció elveszett.
Nem mondom azt, hogy elbúzódunk, más tudásokat tettünk szert, de közel nem használjuk úgy a fejünket, annyira logikusan, mint ahogy lehetne. Rengeteg, nézd meg a falvakat, ahol nincsenek állatok. Elképesztő, hogy nincs egy tehingúja, itt mondjuk, amikor ide kerültünk még 94-ben, 50 darab tehén ment le minden nap a rétre, majd se. És elképesztő, hogy le kellett egy marha állományt, föl kellett számolnom, mert 250-300 forintot lehetett kapni egy kiló marha húsért, miközben egy kiló pont 800 forint. Szóval hiszem azt és vallom azt, és messze kerültünk a riport eredeti témájától, de benne van valahol ez is, hogy tessék egy kicsit visszaszokni ahhoz, hogy ez egy kincses ország. A világon mindenünk megteremhetne itt, és nem kell hozzá új tudásokat találnunk, picit elő kell venni régieket, hova ültessünk tisztő palántát, hova ültessünk tisztő paradicsomot, hova tehetünk egy kis sóskát, vagy egy pici kis penótot koratavasztó. És óriási öröme van neki, látom a szőlőbe, amikor kimehetek, és abba a nyugalomba, békébe, abba a simultonyai csöndbe azt élvezem, hogy Istenem, itt ültek a rómaiak is, a holén meg a törökök is, és mindenki egyre kis pincér meg borér volt oda, és a török még a szőlőmunkásokat eladni se vitte, meg rabszolgálnak sem, mert azt mondta, enni értékesebb, mint bortermelni, semmit se lehet a világon csinálni, mármint itt Pannoniában. Tehát egy kicsit, ha visszagondolunk ebbe, hogy mi mindent felejtettünk el, és hagytunk el az úton, picit forduljunk vissza. És ebbe benne van az, hogy ezek a nagyon modern és nagyon egyszerű technológiák helyben használhatók, hogy ehhez megvan mindenünk a melegvíztől kezdve a tudásbázisig, a kezünkben van minden, csak használni kell és gyakorolni kell, és itt van hozzá a piac, amelyik Magyarország, és én nagyon biztatnám minden kedves kollégámat, aki válságon indul, hogy ahogy a Svájcban csinálják, vagy Hollandi, Franciaország, hogy hazait, pártod és szeresd a hazait, pártod és szeresd, hidd el, a legtöbbet akkor tehetsz az országodért, amikor azt veszed meg, amit ide hazállítottunk elő, amiben magyar termelő keze van, ahol a magyar piac tudod működni, és ahol a magyar földnek a kincseit veheted meg. Hát ennyi lenne a mi programunknak is a lényege. Rangos mezőnyben hirdettek eredményt a Nóéhegyi Szent István és a Szent Benediktus borrendek borversenyén Pákozdon. Rangos borverseny eredmény hirdetésének adott otthont a pákozdi licspincészet. A megmérettetésen a Nóéhegyi Szent István és a Velencei Szent Benediktus borlovagrend borászai mellett az adonyi Dunamenti Szent Orbán borrend mutathatták be nemes nedűiket. Dényes Ferenc a Szent István borrend nagymestere fontos lépcsőnek tartja, hogy a járvány után újra találkozhattak a borászatok képviselői, és megelégedéssel nyugtázta, hogy kiváló minőségű borokat díjazhatott a szakértő bizottság. Az adonyi borrend azért csatlakozott ehhez a borversenyhez, mert mi úgy hirdettük meg, hogy a Nóéhegyi Szent István borlovagrend, a Szent Benediktus borlovagrend, illetve a velencei hegyközséghez tartozó borászok, termelők lehetnek ezen részt, és adony ehhez a községhez tartozik, ehhez a közösséghez tartozik. A tapasztalataink nagyon jók, tehát közel 80 tétel jött össze, és nagyon minőségi borok. Tehát általában a borok tételeknek körülbelül a 80%-a az forgalomban lévő bor, és emiatt nagyon magas színvonalú verseny volt. Azt gondolom, hogy ezt a jövőben meg kell ismételnünk ezt a versenyfajtát. Schmidt Gábor, az Adony Dunamenti Szent Orbán borrend nagymestere tudja, hogy a borkultúra folyamatos változása nagy kihívás elé állítja a borásztársadalmat, ami ezen a versenyen is sok tanulsággal szolgált. Adonyból képviselem a borrendünket, illetve az Adony környéki szőlőtermelőknek a közösségét. Amikor a versenyfelhívást megkaptuk Székesfehérvári nagymestertől, Dényes Ferenctől, akkor ugye egyrészt érkezett egy borbírálói felkérés, hogy a versenyt bírálóként segítsük itt az összejövetelen, a borbírálaton versenyen, illetve szóba került, hogy esetleg a nálunk legjobb eredményeket elért borokat is szeretnénk itt elindítani ezen a... ugye úgy hirdették meg, hogy Velence-tó környéki verseny elsősorban, de Adony ez körülbelül egy 20 kilométerre van innen, ugye. Gyakorlatilag itt az Egyek-Budai borvidékhez tartozunk igazgatásilag, tehát nekünk kézenfekvő, hogy itt esetleg elinduljunk, hogyha van egy ilyen verseny. És mivel nekünk korábban megvolt a borverseny, hozott a mi borrendünk nagy tanácsa egy olyan döntést, hogy a legjobb 12 helyezett bort itt elindítjuk
Ezzel a lehetőséggel 9 gazda élt végül is, tehát 9 bort hoztunk ide erre a versenyre el, ami úgy gondolom egy nagyon színvonalas verseny volt, és azt is mondhatom, hogy a borainkkal nem maradtunk szégyenbe, tehát egy szép eredményeket hoztak el. Aranyérmet is sikerült 2 bornak elérnie, de a jav az egy középmezőny, erős ezüstök lettek, úgyhogy büszkén is húzom ki magam a gazdatársaim nevébe. Csóbor Kisari Linda a csóborpincészet főborásza, a borászat megújulásának egyik kulcsembere országos szinten is, amit meg annyi elismerés is megerősít, hiszen a Noé-hegyiek zászlós bora cím után a 2020-as Chardonnay-vel ezúttal nagy aranyérmet nyert Nemes Nedűjével. Úgy tűnik, hogy tényleg ez a Chardonnay remekül készült el, és hogy nyertünk vele ugye a zászlós bor is, meg most nagy aranyat nyertünk vele, hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy tényleg elértük ezt a 2 nagyszerű díjat ezzel a Chardonnay-val. 2020-as évjárat, gyönyörű évjárat volt, nagyon szép volt, ugye, a szőlő maga, nagyon szép bort tudtunk belőle készíteni. Amikor elkészült a bor, és én kóstolgattam, akkor én reménykedtem benne, hogy ez egy tényleg egy szép, testes, jó zamatos bor lesz belőle, de úgy látszik, hogy bizonyított is a Chardonnay-nk. A bírálatok alapján büszkék lehetnek a gazdák, kiváló minőségű borok kerültek a pincékbe, illetve a vásárlókhoz. A szélsőséges időjárás alaposan próbára tette a cecei dinnyetermelőket, mára azonban kitisztult a kép, a minőség kiváló, és a jelenlegi árral is elégedettek a gazdák. Megkezdődött a dinnyeszezon, ugyanakkor sajnos azt tudjuk, hogy az idei változékony időjárás alaposan rányomta a bélyegét minden növényi kultúrára. Hogy volt ez a dinnyénél? A hideg tavasz a dinnyénél az abszolút nem tett jót. Ránézünk erre a területre, itt látszik az, hogy nem futotta be a dinnye a földjét. A másik terület, ez már későbbi ütetés, ez befutotta is nagyon szép. Ez jó közepes lesz az első ütetése a dinnyének. Tehát nem tett jót a hideg tavasz neki. Utána még nem tett jót neki, ez a nagyon-nagyon nagy melegek, ezek a 38 fokok a többinek. A csapadék hiány az mennyire gátolta meg a fejlődést? Hát a csapadék hiány, hát aki nem tudott öntözni, az nagyon meggátolta, majd maradtak 2-3 kilós dinnyékre. Én tudok öntözni, de nagyon nagy költségekkel, úgyhogy ezt a 10-12 hektárt, ami itt van dinnye, ez napi durván 30-40 ezer forintomba kerül a napi öntözés ennek a területnek. A gazdák panaszszava jogos, hiszen az üzemanyagáraktól kezdve a bekerülési költség mindenképpen nőtt. Hát igen, már vetőmagnál vagy a palántánál kezdődik, annak is volt egy olyan 20-25%-os áremelkedése, mert hát ugye úgy veszem a palántát ehhez a területhez, külföldről hozzuk be. A üzemanyagról nem is beszélve, hát ugye most is 450 forint körül van az üzemanyag, amit naponta nagyon sokat elhasználok, és a műtrágya, a fóliák, amiket használ az ember, a csepegtetőszallag, mindegyiknek úgy nagyon-nagyon fölemelkedett az ára. Úgyhogy szerintem egy ilyen 20-25-30%-kal drágább a megtermelése most a dinnyének. A spanyol, illetve a görög kínálat nyilván az mindig konkurencia. Most hogy állunk ebben az ügyben? Hát a nagybani piacon nagyon-nagyon sok külföldi dinnye van még, és nagyon-nagyon olcsón tudják adni a külföldi dinnyét, ilyen 120-130 forintért adják Fönpesten a külföldit, de már viszik a magyar dinnyét, tehát azért a magyar dinnyének nincs párja. Nyilvánvaló, de fontos kérdés, hogy most, hogy elkezdődik a szezon, milyen lesz az ár? Lehet attól tartani, hogy a mostani ára 200 forint körül ez beáll? Hát remélem, hogy beáll, de hogyha az alá megy, akkor azt mondom, talán a pénzünknél leszünk, amit befektettünk ebbe a területbe. Mert 200 forint alatt nem nagyon szabadna lenni a dinnyének nekem. Tehát az egy dolog, hogy a kereskedő mennyit tesz rá, az minket nem érdekel, de nekünk termelőknek legalább az 180-200 forintnak meg kéne, hogy legyen. Mennyiség és a minőség milyen? Hát az, a minőség az tökéletes, mennyiségi problémák vannak a nagy melegek véget. Minőség az kiváló lesz a dinnye. Itt Cecén mindig tudjuk, hogy azért a zöld dinnye az elit, de azért a csíkos is van.
melyik dinnye mellett kötelezted el magad? Hát én a csíkos is, meg a zöld dinnye mellett is, mert ezt keresi a piac. Tehát azon belül is a fajták, a csíkos dinnyében a rubin dinnye, amit keresnek, meg nagyon jó minőségű. A fekete híjú dinnyében, most nem tudom nevet mondjak, Roméria, ez egy másik nagyon jó fajta, méretes dinnyét tud és minőségi dinnyét tud. Tehát akkor összességében, bár még a szezon elején tartunk, milyen lesz az idei év? Szeptemberben tudom megmondani, hogy mennyi pénz lesz a zsebemben. Szerintem nem lesz rossz. Nem lesz rossz. Hogyha az ár az megmarad ezen az áron, vagy egy kicsit, ha lejjebb is megy még. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!